füzetet, munkafüzetet, tankönyvet, jól felszerelt oltartókat. Jó? Első körben a házi feladatot fogjuk elvenni. Egy matematika órán jártunk a Szilárd János Református Gimnázium 5. osztályában. Ez az évfolyam még a régi felvételi rend szerint került be az intézménybe, ám jövőre lesznek változások. Akik 8 évfolyamos képzésbe jelentkeznek hozzánk a következő tanévre, tehát 2025-ben kezdenék meg itt a tanulmányaikat, nekik az eddigi eljárásrend mellett egy kötelező felvételi írásbeli magyar és matematika dolgozatot kell megírniuk, amelyre a jelentkezési határidő december 2-a, és maga a vizsga az január 18-án kerül megírásra itt a gimnáziumban. A eddigiekhez hasonlóan a hozott pontok, vagyis a harmadik tanév végi és a negyedik féléves tanulmányi eredmények is számítanak majd a felvételi rangsor kialakításában. Ingyenes felvételi előkészítő foglalkozásokat tartunk októbertől, ennek részleteit a honlapunkon megtalálják, és arra is kérjük az érdeklődőket, hogy mindenképpen regisztráljanak be, hogy lássuk, hogy mekkora létszámú gyerekcsapattal kell majd foglalkozásokat tartani a tanárkollégáknak, matematikából is és magyarból is segítjük majd a felkészülést. Gazdag Éva lesz az egyik pedagógus, aki a felvételi előkészítőket tartja majd októbertől. Gyakorlatilag a legfontosabb a szövegértés. És mindenki azt hiszi, hogy ez csak a magyar nyelv és irodalom tantárgynál szükséges, de gyakorlatilag az életben mindenhol. Tehát ha egy felnőtt elé odatolnak egy szerződést, és az apróbetűs részletekre nem figyel, akkor bizony kára származik belőle, de hogyha maradunk az iskolánál, akkor nem fogja megérteni sem a matematikai szöveges feladatokat, sem a többi tantárgynak a szövegét, ha nincs egy alapszövegértése. Biztosan lesz szövegértésfejlesztő alkalom, több is, szövegalkotás ezzel párban, illetve hát kigyűjtöttük, ami az alsó tagozatos tananyag, nyilván családanyaként tudja ezt az ember, de hogy az ABC betűrend, szófajok, mondatfajták, közmondások, ami kezd kikopni a nyelvünkből, úgyhogy erre biztos, hogy egy kicsit jobban rá kell, hogy gyúrjunk, tehát tematikusan minden alkalomnak meg lesz a témája. Bíró Emőke azt mondta, ezeken a foglalkozásokon mindenkit felkészítenek majd a felvételire. Az előkészítőket szombat délelőttönként fogjuk tartani, mert azt gondoljuk, hogy mindenképp hatékonyabb, mint hogyha valamilyen délutáni időpontban lennének. Nagyjából egy óra matematika és egy óra szövegértés, illetve a kettő között lesz majd szünet is. Mi a matematikából úgy készültünk, hogy átnéztük az elmúlt éveknek a felvételi feladatsorait, megnéztük, hogy mik azok a témák, amik kiemelten szerepelnek, mint például nagyon sok szövegértés, logikai feladatok, grafikonok elemzése, sorminták, és akkor így tematikusan fogjuk gyakorlatilag átvenni az egész 1-4 osztályos tananyagot a diákokkal. Harnóczi Hajnalka szerint ezeken az alkalmakon a magabiztosságot, a feladat megoldó képességeket fejlesztik majd. Azt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ezekkel az alkalmakkal nem a különböző tananyagtartalmaknak az elmélyítése a célunk, hanem sokkal inkább az, hogy egy kicsit a magabiztosságukat, a feladat megoldó képességüket fejlesszük a gyerekeknek, és ezzel egyfajta rutint alakítsunk ki bennük, hogy majd január 18-án a lehető legjobb eredményekkel valósuljanak meg ezek a vizsgák.